Etnológia és őstörténet címen tartott előadás Nagy Iván etnológus a Csallóközi Múzeumban. Az előadó számos a csallóközi magyarokkal kapcsolatos kérdésre választ adott előadásában. A bevezetőben olyan alapfogalmakat világított meg, mint például az etnikai csoport, az önelnevezés vagy az etnikai identitás. A csallóköz őstörténetét tudományos szempontból a honfoglalás koráig vizsgálta. Az etnológiából kiindulva az előadó leszögezte, hogy a csallóköziek a nyelv és az etnohierarchia vonatkozásában egyformák, őshonosok. Ám a magyarság fogalma történelmi korszakok szerint változó. Dunaszerdahelyen is bemutatták az Intelligens Ragadozó című szakmai regényt, amelyben Apró Attila edző és futball karakterfejlesztő specialista foglalta össze tapasztalatait. A szakember az edzők és játékos ügynökök közti területen tevékenykedik. Munkájával a fiatal labdarúgók fejlesztését segíti, módszerével egy meglévő szintről való előremozdulást ér el. Könyve útmutatás játékosoknak, szülőknek, szakembereknek és futballvezetőknek egyaránt. A bemutatón szó volt a játékosok nemzetközi piacképességéről is az ügynök szempontjából. A sorrendben 48. énekel az Ifjúság Kerületi Gyermekénekkari Versenyfesztiválra régiónkból 4 gyermekkórus nevezett be, mégpedig a Galgóci Énekkar, a Nagymegyeri Janiga József Énekkar, a Szenicei Énekkar és a Galántai Kodály Zoltán Alapiskola Énekkara. Valamennyi kórus aranysávos minősítést szerzett. A felsoroltak közül az első 3 jutott az országos döntőbe. A versenyen kívül az Alistáli Református Énekkar, a Nagymegyeri Ámoszka Énekkar, a Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola Énekkara és a Nagyszombati Gimnáziumok Kantikanova együttese szerepelt.